Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most sikerülni fog minden, miről van szó. A jelenlegi helyzetre, vagy a központi témára itt ez a kártya utal itt középen. A kettes szám jelenthet egy párkapcsolatot, vagy egy szerződést. De mivel itt a kelyhekről van szó, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ez egy szerelmi téma, vagy egy baráti kapcsolat, amennyiben egy szerződésről lenne szó, hallgass a saját érzelmeidre. Itt ez a két kígyó, ez jelképzeli a gyógyító erőt, tehát itt rendeződnek a dolgok, itt lesz gyógyulás is. Vagy lezártok olyan témákat, ami a múltban megbántott, és benne vagytok ebben a transformációban, ezekben a megújulásokban. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Azt is jelenti, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, tehát most sikereid vannak ezen a területen. Itt a kelyhek utalnak az álmokra, az álmodozásokra, a tervekre, tehát vannak itt terveid, nem csak egy, hanem több is, de ha nem hiszel ebben, akkor az csalódásokhoz vezet, és pontosan ez korlátoz téged. Erre utal a 9-es szám, jelenti a korlátozásokat. Itt alul ez a szürke vagy zöldes fény utal a félelmekre, a bizonytalanságokra, és itt ez a világos terület jelenti azt, hogy megvan a bizalom, a hit, a szeretet, és ebben a pozitív érzelemben, ebben az energiában kellene maradnod. Itt ezen a képen te vagy látható szimbolikusan, és a kezedbe veszel egy kelyhet. Tehát itt kiválasztol egy álmot, amit a kezedbe veszel, odafigyelsz rá, tehát légy koncentrált, vagy meditálj afelett, hogy mit szeretnél elérni. Amit itt ez a kehely a hölgynél látható, ez jelenti a belső forrást is, tehát az intuíciódat. És hallgass a belső hangodra. Itt lesz egy út, lesz egy irány, de még korlátokkal, hiszen itt vannak a kartok, ez olyan, mint egy kerítés, ahol megbotlasz, mert nem mennek előre a dolgok. De csukd be a szemedet, és figyelj befele. Mit sugall a belső hangod? Ha megvan a belső önbizalmad, a belső hited, akkor ezek a korlátozások itt elmúlnak. Hiszen akkor lezáródik valami, átteszed magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és így változik valami. Lesz egy új irány, egy új kezdet. Ahol ezek a korlátozások érezhetőek, erre utal itt újra ez a 9-es szám, ezek itt az érmék, az anyagiak, vagy a munkahely, a hivatás. A szerelemben, a barátságoknál, vagy szerződéseknél szerencséd van. És érzed is ezt a belső forrást, ez lehet egy spirituális terület is. De ha jelen pillanatban változtatni szeretnél a munkahelyet illetően, és a hivatásodat szeretnéd élni,
Ez még nem a megfelelő időpont ehhez, mert jelen pillanatban vannak itt még korlátozások. Itt újra az érmék láthatóak, ami utal az anyagiakra. Itt ez a férfi vacillál még, tehát vannak még anyagi nehézségek, ezeket rendezni kell, vagy kell a biztonság érzete, amit itt ez a kettes szám még jelent az anyagiakon kívül. A hivatás, a munkahely, az lehet két lehetőség is. Tehát figyeld az eseményeket, várj még türelmesen, és ha lesz egy jó ajánlat, akkor a két lehetőség közül tudsz választani. És ha türelmes vagy ezen a téren, akkor ez is sikerekhez vezet. Itt látható a nap. Ez az önbizalmad, a fellépésed, a kisugárzásod, a gyermek utal újdonságokra, egy új kezdetre, itt kisüt a nap, a sikereket hoz, szerencséd lesz. Jelen pillanatban átéled a szerelmi élet területén, vagy barátságoknál, és mint mondtam, itt van gyógyító erő is. Ez áll most a középpontban. Itt vannak jelenleg a sikerek, vagy elismerések, vagy a szerencse. Te indítasz valami újat, a munkát, a hivatást illetően, ez egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület, ezt mutatja itt ez a belső forrás. De most indítani ezzel még túl korai, hiszen itt vannak még korlátozások, és itt még vacilálsz egy kicsit, tegyem vagy ne tegyem, jelentheti azt is, hogy a későbbiek folyamán két ajánlat közül tudsz választani. Ez elcsúszhat nyár folyamáig, de addig is szerencséd lesz ezen a területen is, vagy sikereid lesznek a nyár folyamán. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!